Szinte utasok nélkül fordul be a pályaudvarra a busz, egyre kevesebben használják a tömegközlekedést a koronavírus járvány miatt. A volánbusz legtöbb járata már nyári ritkított menetrend szerint közlekedik. Így van ez például szekszárdon is, de van, ahol még látványosabb az utasszám csökkenése. Dombováron szerdától 80%-kal ritkítják a járatokat. A helyi autóbuszok csak reggel és este közlekednek majd, hogy a munkába járókat szállítsák. Bonyádon pedig a hétközepétől teljesen leáll a helyi járatos buszközlekedés. Közben a volánbusz a vírus terjedését lassító intézkedéseket vezetett be. Például rendszeresen fertőtlenítik a kocsikat, a sofőröket szalaggal különítették el az utastértől, a járatokra már csak a hátsó lehet felszállni, és jegyet sem lehet a buszokon venni. Utóbbira már csak a pályaudvarokon vagy online telefonos applikáció segítségével van lehetőség. Ez viszont megnehezíti azoknak a dolgát, akik kis településeken élnek, vagy nincs internet előfizetésük. Azért, hogy ez ne okozzon túl nagy gondot, most a legtöbb pénztár is hosszított nyitvatartással üzemel.